Ibiza után most Törökország lesz a téma. Egeresi Zoltán Törökország szakértő vendégem. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Jó reggelt kívánok. A legtöbb szakértő azt mondta már a hétvégén elemezve ezt a pucskísérletet, hogy ez egy pancsár pucs volt. Mennyire ért ön egyet ezzel? Hát azt nézve, hogy ez a pucskísérlet elbukott, ezért ebben az állítások, hogy egy pancsár pucs, vagy amatőr pucs, ennek hát igen komoly alapjai vannak. Ez egy huszáros, kívülről nézve ez egy huszáros vágás volt a hadsereg egy kisebb csoportja részéről, amiben megpróbálta megdönteni a kormányzat hatalmát, és megpróbálták a legfontosabb közlekedési csomópontokat, szimbolikus helyeket megszállni, megpróbálták a kormányzati épületeket megszállni, a parlamentet beleértve, de több hibát is elkövettek, illetve nem voltak megfelelően elegendő létszámon ahhoz, hogy sikeresen végigvigyék ezt az egész kísérletet. Több hibát elkövettek, ez lehet hiba, illetve az erőforrások szűkössége is, például nem sikerült nekik elfogniuk a török államfőt, Recep Tayyip Erdoğant, noha megpróbálták, ugye éppen nyaralt a török államfő. De megpróbáltak, erről viszonylag keveset lehet hallani. Azt tudjuk, hogy nem tudták Erdoğant elfogni, és talán az, hogy a pucs nem sikerült, az egyik legfőbb oka az, hogy Erdoğant tudott a híveinek üzenni. Mert nem volt cselekvésképtelen állapotban, de mennyire próbálták őt valójában elfogni? Hát, hogyha a török kiradások igazak, akkor megtámadták azt a hotelt, ahol éppen a nyaralását töltötte a török államfő, illetve küldtek több, kb. 40 katonát is, hogy megszállják ezt a területet, és letartóztassák a államfőt, viszont elkéstek. Tehát egy fél óra, egy órával később érkeztek, akkor már a török államfő elhagyta, és az adott komplexumot is útban volt Isztambul felé, ahova egyébként pontosan az első hadsereg főparancsnoka hívta, ugye maradt a kormányzat hűségén, hogy olyan Isztambulban egy biztonságban van, Ankarában ekkor nagyobb volt a káosz, és ez kulcs szerepet jelentett később abban, hogy Erdoğan tudott jelentkezni, és a híveit az utcára hívni, úgyhogy valóban ez egy nagyon kulcs momentum volt, de az is igaz, hogy ezen kívül a miniszterelnököt sem tudták elfogni, nem is hallottam arról információkat, hogy megpróbálták volna, további kormánytagokat sem, politikusokat sem fogtak el. Ez egy dolog, hogy a parlamentet megpróbálták megszállni, de ehhez elégtelenek voltak az erőik. A kiszivárgó információk szerint egyébként későbbre tervezték volna az időpontot, tehát a hajnali órákra, csak előre hozták, és emiatt, tehát ugye az esti időpontban azért még alapvetően fent vannak az emberek. Ennek a pucsnak akkor lett volna nagyobb sikere, hogyha a hajnalban történik, akkor már mindenki alszik, és akkor szinte arra ébredhettek volna az emberek, hogy megtörtént a sikeres hatalomátvétel. De ezt nyilván ők is végig gondolják ugyanazt, amit ön most itt elmondott, akkor miért hozhatták előbbre? Ezt egyelőre nem tudni. Az üzenetek alapján az látszó, ami kikerültek a nyilvánosan a médiába, hogy későbbre tervezték, és valamilyen belső hatásra döntöttek úgy, hogy korábbra hozzák, tehát az éjszakai órákra a hajnali helyet. De ez egy kulcsfontosságú hiba volt. De ezen túlmenően alapvetően az a probléma, hogy kevesen vettek részt, tehát kb. 2800-3000 ember, ez nagyon kevés ahhoz, hogy egy 80 milliós országot, egy több százezer fős hadsereget maguk uralma alá hajtsanak. És kulcstényező volt az is, hogy noha letartóztattak jó pár tábornokat, illetve a vezérkari főnököt, azért a hadsereg alapvetően megmaradt a kormányzat lojalitása mellett, ez, illetve ugyanúgy a rendőrség, és az is megkönnyítette a kormány dolgát, hogy az embereket sikeresen az utcára tudták hívni. Ugye az lett volna a pucsisták szemével nézve a történetet, a célra vezetőbb, hogyha mindenki otthon marad, illetve nekik sikerül esetleg az ő híveiket az utcára hívni a kormányzattal, hát kevésbé szimpatizálók táborát, tehát ez messze nem történt meg eleve, amikor megpróbáltak megszállni különböző médiaorgánumokat, akkor alapvetően a állami televíziót sikerült megszállni. Ahol próbálkoztak, ott elég komoly ellenállás robbant ki, és a mai világban, az internet világában hát nagyon nehéz az információkat monopolizálni. És Erdoğan most előszeretettel használta a social médiát, amit egyébként annyira nem kedvel, úgy különben máskor. Így van. Tehát egy vérprofi politikus, nyilván hatalom maradás érdekében, akkor ha ez az útja, akkor így fogja az híveit az utcára szólítani. Úgyhogy egy mobiltelefonon bejelentkezett, és az egyik tévéből
témén keresztül tudott nyilatkozni. Nyilván ez kulcsfontosságú volt abból a szempontból, hogy nem csak hogy akár a tömeg szerelje le a katonákat, a puccsban résztvevő katonákat, de hogy az utána követő órákban, napokban komoly demonstráció alakuljon ki a kormányzat mellett, nyilván a saját szimpatizánsait az utcára szólítva. Most, ahogy végigvettük a puccsnak az egyes legfőbb elemeit, tehát gyakorlatilag csak hibákba ütköztünk a puccsisták szempontjában. Muszáj megkérdezem azt, ami érdekli az embereket, hogy egy teljesen elvadult elmélet az, amit egyesek mondanak, vagy gondolnak, vagy lehet bármifajta alapja annak, hogy Erdogan maga szervezte ezt a puccsot annak érdekében, hogy utána leszámolhasson az ellenségeivel, és tovább mehessen az antidemokratikus úton. Hát Törökországban nem zsögnek az összeesküvés elméletek, úgyhogy ennek az ötletnek is vannak különböző szintjei, hogy mennyire tudhatott róla, és mennyire állt mögötte. Ezt nagyon kevés ember tudja, hogy pontosan mi zajlott. Én most nem bocsátkoznék találgatásokba. Egy biztos, hogy ez a puccs nagyon gyenge volt, nagyon vérszegény volt ahhoz, amit szerettek volna elérni, több hibát is elkövettek. Viszont az egyértelmű, hogy a kormány maximalizálni fogja ebből a profitot, ahogy egyébként a korábbi terrortámadásokból, vagy bármilyen belső konfliktusból ezt nagyon ügyesen meg is tették, akár a kurd konfliktusra gondolhatunk, akár az ankarai terrortámadásra még tavaly októberben, és most is ezt látjuk. Ez a puccs akár győzött volna, akár, illetve most azt látjuk, hogy ugye vereséget szenvedett, az egy elég komoly próbát fog jelenteni a török demokráciára nézve, már csak azért is, mert egy komoly... A török demokrácia ma mondjuk nagyobb veszélyben van, tehát amennyire volt eddig demokrácia, ma nagyobb veszélyben van, mint 5 nappal ezelőtt? Mármint a puccs előtt. Tehát a puccs élet előtti, így van. Hát azt tekintve, hogy egy nagyon komoly tisztogatási hullám indul, aminek ugye már azt látjuk, hogy hétvégén 6000 embert letartóztattak, és ennek csak a fele katona, akik úgymond részt vettek ebben az akcióban, a másik fele bírák, ügyészek, tehát igazságszolgáltatásban dolgozók. Akkor ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mennyire alakul át ez a jövőben folytatódni fogó letartóztatási hullám egy boszorkányvadászatban, és nyilvánvalóan személycserék, és akár alkotmánybírósági szintig kormányzati pozíciót erősítő módon fognak vezetni, tehát kormányhoz közeli emberek fognak oda kerülni, vagy legalábbis vele szimpatizálók, ami alapján bármilyen igazság és felelős pártja által kezdeményezett törvény valószínűleg könnyebben át fog menni a alkotmánybíróságon is. Hát ugye meg alaptörvénymódosítás szeretne, van az elnöki rendszer kiépítése. Pontosan, színjában. Viszont ahhoz a parlamenti arányokon kellene változtatniuk, illetve újabb csoportokat megnyerni a parlamentből. Ez a puccs akció, ezt egyelőre nem írta felül. Tehát... A parlamenti erőviszonyokat nem, de az érvrendszer talán igen, tehát annak a képviselőnek, amelyik nem akar egy erős hatalmi rendszert, annak azt lehet mondani, hogy miért másik puccsot szeretnél, tehát azért nagyon nagy fegyvert ad Erdogan kezébe ez a puccs. Ez igaz, és meglátjuk, hogy a következő napokban, a hetekben ezt hogyan fogják kihasználni. Az látható, hogy népszerű, illetve hogy egy nagyon látványos demonstráció zajlik most a kormány, illetve Recep Tayyip Erdogan mellett, ugye a hívei rendszeresen az utcára vonulnak, ők segítettek lefegyverezni a hadsereget, viszont attól még a polarizáció megmarad. És noha a különböző ellenzéki pártok azt mondták, hogy kiállnak a kormány mellett, alkotmánymódosítás terén ők nem fogják megváltoztatni a véleményüket. Meglátjuk, hogy mi történik majd a következő napokban. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm én is.